A nyitó műsort a Gyulai Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Galló József általános iskola diákjai adták elő a színpadon egy karácsonyi ének erejéig. Hecker Márton metodista lelkész az adventtel kapcsolatban 4 bibliai gondolatot osztott meg az ünnepen. Az Adventus Domini egy latin kifejezés, ami azt jelenti, hogy az Úr érkezése. Bot Péter, magyar igeni erdélyi református lelkész a 18. században úgy fogalmazott, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak 4 adventusza van. Az első, amikor emberként erre a földre megszületett, erre emlékezünk karácsonykor. Másodszor így fogalmazunk, az ember szívébe bészál és megtéríti azt. A harmadik, amikor eljön értünk halálunk óráján. A negyedik, amikor eljön erre a földre ítélni élőket és holtakat. Ennek a 4 gondolatnak a kapcsán szeretnék néhány üzenetet megosztani. Ünnepélyes keretek között adta át Pintér Szilárd polgármester, valamint Horváth Józsefné, Futó Péter és Tóth Zoltán képviselők az adományokból összegyűlt cipősdobozokat a különböző szervezeteknek. Évek óta Dombóváron mindig van cipősdoboz akció, idén a képviselőtestület Humán Bizottság elnökeként indítottam ezt el, mégpedig olyan formában, hogy 4 szervezettel, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Caritas, Dombóvári Katolikus Caritasszal, az ESZI-vel és a nagycsaládosokkal együtt elkezdtük gyűjteni a dobozokat. Több helyszínen Dombóváron gyűjtöttük ezeket az ajándékdobozokat. Több mint 200 doboz gyűlt össze, amelynek átadásán vagyunk most. A gyertyát Futó Péter, Horváth Józsefné, Tobak Gábor és Tóth Zoltán képviselők gyújtották meg. A harmadik gyertya jelképe az öröm.